Két fontos napirendi ponttal foglalkoztak csütörtökön a Városházi közmeghallgatás résztvevői. Az első az Almási kastély, jelenleg épp az íróasztalokon folyó felújítása. Ezzel kapcsolatban Görgényi Ernő polgármester bevezetőjében azt mondta, ciklusokon keresztül nem sikerült méltóképp rendezni az épület ügyét, de most erre záros határidőn belül sor kerül. Már az első városvezetés foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az Almási kastélyt hogyan lehetne a város érdekében a legjobban hasznosítani. A kastély felújításával kapcsolatban Béres István főépítész tartott előadást. Mint ismert, a kastélyban folyó, mára már lezárt régészeti munkálatok jelentőségét igazolta, hogy nem csak az egykori palánkvár, vagyis a várat védő legkülső épített erősség nyomait találták meg, hanem a hazai lakóházfejlődés fontos állomását is felfedezték. Az építészeti rész az teljes mértékben, hogy is mondjam, csak a műszaki előkészítés megtörtént, a kivitelezésnek az előkészítése is, mint említettem, a kiviteli közbeszerzési eljárás gyakorlatilag befejeződött. A kiállítás tervezés az december végére fejeződik be, most az is már olyan 80-90%-os állapotban van, és annak a koncepciója természetesen már egy éve elfogadást nyert, és annak a részletei dolgozzák ki a különböző szakemberek. A közmeghallgatás kezdetekor Dakas Zsolt ügyvezető még nem tudta, hogy a gyulai kolbász hungarikummá vált. Szavaiból ennek ellenére kiviláglott, a folyamatos, tervszerű építkezés és az ezzel járó eredmények révén a Gyulahús Kft. Helyzete stabilizálódott. A menedzsment a meglévők mellett újabb piacok után kutat, a napokban Ukrajna fővárosában, Kijevben próbáltak meg kapcsolatokat építeni. Konkrét eredménye még nincs ennek az útnak. A piacépítés az egy hosszú, fáradalmas munkát igényel. Úgy gondolom, hogy amit kint tapasztaltunk, az egy ígéretes együttműködés kezdetét jelenteti a közeljövőben. Arról a Gyula TV számolt be elsőként, hogy a nyári hónapokban a cég már kisebb nyereséget termelt. Dakas Zsolt ugyan most konkrét számokat nem mondott, de nem sikerült rosszul az ősz sem. A július óta minden hónapban nyerességgel zártuk a havi tevékenységünket. Az elmúlt hónapban, tehát október értem ez alatt szintén is eredményt termelt a társaság. Az eredményekre azért is szükség van, mert a húsipar januártól áprilisig hagyományosan nehéz időszak elé néz. Ilyenkor általánosságban csökken a kereslet a kolbászok, májasok iránt.